Siófok a Balaton egyik legnépszerűbb városának lehetőségei, adottságai nincsenek megfelelően kihasználva, vélik a helyiek. Változás kell, fiatalok kellenek a vezetésbe is, olyanok, akik ambiciózusak, akiknek vannak ötletei, és ami a nagy hiányosság, hogy sajnos megszűnt Siófokon az igazi közösség. Tehát ami régen volt, a lakók, illetve a lakóközösségeken belül, az teljesen megszűnt. Nincs összefogás. A parkolás és a közúti csomópontok átalakítása mellett uszoda építésre, a rászorulókat segítő szociális program kidolgozására, de tömegsport és szabadidőpark létrehozására is szükség lenne, állítja a független polgármester jelölt. Gyulai László kiemelten fontosnak tartja a fiatalok helyben tartását is. Munkahelyeket kell teremteni, egyértelmű, hogy a munkahely sem szezonalitás függő legyen. Amit említettem, hogy a turizmus kiszolgáló háttéripar, a számítástechnika tervezőirodák, illetve az egészségügyben, oktatásban dolgozók részére, a megfelelő végzettséggel rendelkezők részére egy új úgynevezett itt Siófokon, úgy nevezik, hogy fecske lakásprogram elindítása mellett az albérlethez való hozzájutásának megszervezése, megkönnyítése az önkormányzati közreműködés mellett. A jelölt hozzátette, Siófoknak nyitnia kell az egészség és sportturizmus irányába is. De az önkormányzatnak, a helyieknek, illetve a turizmusból élő vállalkozóknak együtt kell másfajta perspektívát mutatniuk az ideérkezőknek.